Indul. Így van. Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit a Gordio Solution Standard Kft. Által szervezett webináriumon. Én Markella Viktor vagyok, a Gordius pályázati tanácsadója, és bemutatom nektek Sashalmi Gábort, ki szintén pályázati tanácsadóként dolgozik a Gordiusnál. Gábor, átadom a szót. Én is sok szeretettel köszöntelek benneteket. Sashalmi Gábor vagyok, köszönöm Viktornak a bemutatást. 30 éve dolgozom pénzügyi finanszírozási területen. Jelenleg pályázati tanácsadóként dolgozom. Én azt gondolom, hogy Viktorral mind a ketten erről a területről jöttünk, pénzügyi területről, pályázatokkal találkoztunk már elég nagy számba. Próbálunk a mai napon azokba a kérdésekbe, amik felmerülhetnek bennetek a pályázatokkal kapcsolatban segíteni. Viktor? Köszönöm, Gábor. Hát igen, hasonló területen dolgoztunk, dolgozunk, és nagyon remélem, hogy sokáig fogunk dolgozni, és a Gordius tevékenységét erősíteni. Én úgy gondolom, hogy a mai webináriummal nagyon-nagyon sok hasznos információt át tudunk adni nektek. Ez körülbelül egy olyan 30 percet, 30 perc bőfél óráig fog tartani. Gáborral ilyen kérdezfelelek formába gondoltuk a hasznos dolgokat átbeszélni. Leginkább a pályázatokra való felkészülésről lesz szó, tehát azt az időszakot fogjuk egy kicsit körbejárni, hogy miért fontos kellően alaposan felkészülni a pályázatokra. Amíg a webinárium tart, addig tegyétek fel a kérdéseiteket nyugodtan a chat ablakban. Szakértő kollégáink ezeket figyelik, és válaszolni fognak rá természetesen. Gábor, csapjunk bele, mit szólsz? Én köszönöm a lehetőséget. Én szeretném felhívni a figyelmet, hogy majd az előadásunknak, vagy hát ennek a párbeszédnek a végén látjátok azt a szlájdot, ahol az elérhetőségeink vannak Viktorral. Hogyha ez alatt a chat alatt, vagy a beszélgetésünk alatt olyan kérdés merülne fel bennetek, amire nem kaptok, vagy nem tudtok feltenni egy kérdést, hanem később merül fel bennetek, akkor ezt nyugodtan az ottani telefonszámon, e-mailen is ugyanúgy meg tudjátok tenni. Én azt gondolom, hogy egy pályázatírás az egy hosszas folyamat, olyan folyamat, ami bizalmon alapul, és ezt a bizalmat szeretnénk erősíteni azzal, hogy bemutatjuk nektek, hogy mi az a pályázati írás, mi az, amiben mi tudunk, mint pályázati tanácsadó cég segítséget nyújtani nektek, hogyan tudjuk ezt a folyamatotokat segíteni, hogyan tudunk úgy pályázati tanácsadóként, pályázatíróként segíteni abban a folyamatban, amiben elindulni kívántok, vagy már elindultatok, hogyan tudunk ebbe segíteni, mik azok a lépések, amikre nagyon kell figyelni, mi az, ami esetlegesen talán fontosabb, mint az előző időszakban volt, és próbáljuk ezeket a kérdéseket többszögből is megmutatni. Igyekszünk úgy beszélgetni és úgy fogalmazni, hogy ez ne menjen át egy szaktanácsadásba, és ne az legyen, hogy próbálunk felolvasni nektek egy pályázatkiírást, hiszen nem ez a célunk. Az a célunk, hogy megpróbálunk átfordítani felétek egy olyan lehetőséget, amit mint vállalkozást vezetők, mint vállalkozók, ott van előttetek. A 21-27-es ciklusban nagyon-nagyon sok pályázati lehetőség nyílik, nagyon sok pályázati lehetőségre van mód. Azt látjuk, hogy a mezőgazdasági pályázatoknál már egy ütemterv megjelent. Érdekes azt látnotok, hogy 69 pályázatot fognak ebben az évben kiírni. És ez a pályázati folyamat, például a mezőgazdaságnál látjuk, hogy már a 25-26-as években is ugyanúgy folytatódni fog. Arról is érdemes tudnotok, hogy a nemzetgazdasági miniszter, hogyha nem követtétek volna esetleg a hírekből, ugye a múlt héten tartott egy ismertetőt, és kijelentették és kihirdették, hogy elindulnak a pályázatok GINOP-os oldalon is. Azt gondolom, hogy azok a vállalkozások, amik nem mezőgazdaságiak, azok is rengeteg pályázattal fognak találkozni,
és azt látjuk, hogy ez a sokféle lehetőség, ez sokféle olyan problémát is magába hordozhat, amire eddigiekben nem biztos, hogy volt példa, és volt abban az időszakban, amit ti megtapasztalhattatok esetleg az előző gazdasági ciklusban, előző vállalkozási pályázati ciklusban kiírt pályázatoknál, nem ugyanezekkel találkoztatok. Vállalkozásoknál vannak kérdések, ezekre megpróbálunk választ adni, illetve a Viktor fogja segíteni a megértésünket azzal, hogy ő is egy picit kérdez, és megpróbál talán az ördögügyvédje lenni, hogyha Így van, fogalmazhatok így így a van. helyzeti oldalról. Gábor, említetted itt, hogy új uniós ciklus jön, mezőgazdasági vidékfejlesztési oldalról. Tudjuk a pályázatokat, a GINOP-os pályázatok is ugye hamarosan megjelennek. Ugye egy új uniós ciklusban vagyunk, és miért lesz más pályázni? Talán nehezebb lesz. Mi erről a meglátásod? Mindannyian azt gondoljuk, és az eddigi kijött hírek alapján úgy látjuk, hogy módosultak azok a kiírási feltételek, amik eddig voltak. Tehát a 21-27-es ciklusban, a ciklus elején az alapvető feltételek módosultak. Mind mezőgazdasági, mind egyéb vállalkozásoknak kiírt pályázatokban. Ez azt jelenti, hogy a pályázatok nagy többségénél bonyolultabb feltételek jelennek meg. Ezek a bonyolultabb feltételek valljuk be őszintén sokkal több hiba lehetőséget hordoznak magukba. Vannak olyan pályázati pontok, aminél viszont ahhoz, hogy ezeket a hiba lehetőségeket ki tudjuk küszöbölni, be kell vonnunk pályázatírót, be kell vonnunk szakembereket, annak a megvalósítási, például egy műszaki, vagy egy gazdasági szakembert be kell vonnunk ahhoz, hogy ezt a problémát éppen akkor ott a pályázaton belül meg tudja oldani. Mint ahogy az előző ciklusban is, a pályázatoknak a kezelése egy beadási felületen történik. Ez a beadási felület, ennek a kezelése vagy megy valakinek, vagy nem, de én azt gondolom, hogy ezt igazából gyakorlott szakemberekre találták ki, pályázatírókra. Egyre jobban olyan bonyolult a kezelése, ami felkészülést igényel. Fontos, hogy egy feltételrendszert együtt kell nézni. És ezek a feltételrendszerek, ezek egymásra hatnak. Tehát nem elég a 8 vagy 10 feltételből 6-ot teljesíteni, a másik 2-t is, vagy másik 4-et is ugyanúgy kell tudni teljesíteni. Ezért fontos az, hogy megfelelően készüljünk fel erre a pályázati időszakra, és nagyon fontos azt azért látni, hogy egy bizonyos üzemi méret felett nyilván van az embernek pénzügyi szakembere, gazdasági szakembere az adott vállalkozáson belül. De most olyan pályázatok is ki fognak jönni, amik esetleg kisebb gazdaságok számára is elérhetőek. Ez azt jelenti, hogy olyanoknak, akik külsős könyvelővel dolgoznak, akik adatot úgy szolgáltatnak, hogy rajtuk keresztül. Itt ez is egyfajta hiba lehetőséget okozhat. Én azt gondolom, hogy egy pályázatíró cégnek, egy projektmenedzsment cégnek, amilyenek mi is vagyunk, nagyon fontos az, hogy ebben a lehetőségeket hordozó időszakban, amiben nagyon-nagyon sok pályázat elindul, olyan gazdasági szereplőknek is tudjon segíteni, akik esetlegesen elbizonytalanodnának, nem biztos, hogy értenék a pályázatnak a minden lépését. Ezért mi úgy dolgozunk, hogy minden pályázó mellett egy nevesített pályázati író kolléga dolgozik. Mi pályázati tanácsadók vagyunk a Viktorral, természetesen mi is segítjük a ti önök munkáját, viszont mindenki, aki leszerződik a cégünkkel, pályázati segítséget kap folyamatosan egy pályázatíró kolléga szerepében. Ez a pályázatíró kolléga konzultációs lehetőséget ad,
felkészíti a céget, segíti azokban a felmerülő problémáknak a kezelésében, amiket most látunk a pályázati folyamaton belül. Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy ez a pályázatíró kolléga, illetve a maga Gordius, mint szervezet, tapasztalatokkal rendelkezünk. Erről Viktor nem ejtett szót, de talán érdemes beszélnünk róla, hogy mi egy több mint 10 éves pályázatíró cég vagyunk. Több mint 7500 pályázattal, amit sikeresen ügyfeleinknek beadtunk. Közel 60 milliárd forintnyi pályázati forrást nyertünk el. Ezek azok a számok, amik azt gondolom, hogy egy olyan szervezet, aki ezeket a számokat tudja produkálni, tudja a pályázatokban garantálni, ő tudja azokat a bonyolultabb pályázati folyamatokat menedzselni, tudja segíteni a munkátokat, ami esetlegesen a jelen ciklusban felmerülhet. Igen, Gábor, ezt nagyon-nagyon köszönöm, hogy elmondtad. Ugye mi az ügyfeleknek, amikor pályázatírót választanak, el szoktuk mondani, hogy azért érdemes egyrészt, ahogy mondtad, egy komoly tapasztalat van mögöttünk, egy nagy csapat, és gyakorlatilag a pályázatírókkal így az ügyfelekkel nem egy, hanem akár több pályázatíró, egy egész team áll mögöttünk, és ebben azért ugye a tudás is összpontosul, és akár a bonyolultabb pályázatok sem okoznak nekünk gondot. Ugyanakkor, mivel többen is vagyunk, ezért talán amikor így majd hullámokba érkeznek a pályázatok beadásra, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal rugalmasabban tudunk válaszolni ezekre a kihívásokra, amik minden pályázatíró cég szembe fog nézni. És említetted, Gábor, itt a szakembert, ugye azért szakemberhiányt. Mindannyian tárgyalunk ügyfelekkel, mindketten tárgyalunk ügyfelekkel, és nagyon sokszor azt tőlük halljuk vissza, hogy egy-egy jó tervezőre például hónapokig kell várni. Aztán azt is halljuk, hogy oké, van szakember, de nem érti a pályázati folyamatokat. Nekünk erre az a válaszunk, hogy van egy partnerlistánk, és a pályázatíró segítségével akár szakembert is tudunk ajánlani ilyenkor, amikor egy-egy folyamat meg van akadva. Tehát akár ebben is tudunk segíteni. Abszolút egyetértünk, csak megerősíteni tudom. A pályázatok kapcsán, hogy majd tovább lépünk a folyamatba, látni fogjátok, hogy nagyon fontos az, hogy hogyan készülünk fel egy pályázatra. Mi fontosnak tartjuk azt, hogy egy pályázat az nem akkor kezdődik, amikor kiírásra kerül. Az előző pályázati ciklusokban találkozhattatok, hogyha pályázatotok volt, olyannal, hogy volt egy időszak, amikor meghirdették a pályázatot, fel lehetett készülni erre a pályázatra. Ez általában egy hónap szokott lenni, és utána kiírásra került a pályázat, és be lehetett adni. Ezek most úgy látjuk, hogy egy picit azzal, hogy a pályázati ciklus közepén vagyunk, és a pályázatok nagy tömege várható szinte egyszerre, ezzel ez a fajta felkészülési folyamat egy kicsit megváltozik. Lesz benne egy hosszabb felkészülési időszak. Látjuk azokat a pályázatokat, amik a 24-25-26-os pályázatok. Onnan is érdemes kezdeni. Én azt gondolom, hogy hátrébb kell lépni még ezelőtt, a szájd előtt van egy olyan folyamat, hogy el kell gondolkodnom, mint vállalkozónak, hogy mit is szeretnék megvalósítani az elkövetkező években. Ezek az évek, ezek lehet a rövid távban is, akár egy éves ciklusban is tervezni, de lehet azt mondani, hogy kettő, vagy akár a pályázati ciklus végéig tervezek, 4 évben gondolkodok. A mi pályázati csomagjaink, azok ennek megfelelően vannak összeállítva, 1 éves viszonylatot, 2 vagy 4 éves időszakot fednek le. Ezzel tudunk segíteni nektek abban, hogy akár egy hosszabb távú tervezésben is hogyan tudtok működni,
És nagyon fontos az, hogy a felkészülésben egymásra épülhetnek ezek a pályázatok, és hogy egymásra épülnek a pályázatok, úgy nagyon fontos az, hogy jól és jó szakemberekkel is jól tervezzétek meg ezt a pályázati ciklust, hogy maximalizálni tudjátok azokat a pályázati összegeket, amiket itt el tudtok nyerni. Fontos akkor beszélnünk arról is, hogy konkrétan milyen lépések azok, amikre érdemes figyelni. Nagyon fontos, hogy sokszor elbagatelizáljuk vállalkozások, elbagatelizálják a pályázatnál azt a részt, amikor mondjuk azt mondjuk, hogy egy eszközpályázat. Hiszen csak egy eszközt veszek egy traktort, veszek egy munkagépet, veszek egy nyomdagépet, és ott azt mondom, hogy hát ez egy egyszerű pályázat, ki kell választanom, meg kell vennem. Ugye nagyon sokan elgondolkodunk rajta, hogy hát tényleg ez így van. Így van ez, Viktor? Véleményem szerint ennél azért sokkal bonyolultabb folyamat ez. Igen. Beszéljünk róla, hogy miben lehet ez bonyolultabb. Egy eszközbeszerzésnél ugye pályázatnál mit is írnak ki? Kiírják azt, hogy meg kell felelni a pályázat kiírásának magának az eszköznek. Amikor kiválasztottam az eszközt, akkor konkrét eszköznél be kell kérnem árajánlatokat, esetlegesen a kiírásnak megfelelően. Akár három árajánlatot, amik versenyző árajánlatok. Nem mindegy, hogy ezt milyen cégektől teszem meg. Ugye itt azt gondolnánk, hogy ez egy egyszerű folyamat, hiszen hát be tudok kérni három árajánlatot. Igen, csak a pályázat kiírásának megfelelően kell lenni, ennek a pályázati feltételnek meg kell felelni azoknak az árajánlatoknak, amiket bekérek. Ez azt jelenti, hogy oda kell figyelnem, bocsánat, Viktor, valamit szerettél volna mondani. Igen, arról, hogy nem is biztos, hogy árajánlat lesz, hanem már konkrétan nekem kell a piac felmérést elvégezni. Így van. Tehát esetlegesen fel kell ismernem azt, hogy ez a gép az hol is van a piacon, meg kell találnom. Ebben is tudunk egyébként segíteni. Tehát egy jó pályázatíró projektmenedzsment cég az ilyenekben is tud segíteni. Van olyan együttműködő partneri hálózatunk, akár egy eszközbeszerzésnél is tudunk. És hol van itt egy pályázatírónak a szerepe? Hát mi tartalmilag is és formailag is ellenőrizzük azokat az ajánlatokat, amiket ti kaptok, és amiket a pályázathoz szeretnétek csatolni. Legyen ez számla, legyen ez árajánlat, legyen ez bármi. Hogyha nem felkészült pályázatíróval találkozik az ember, akkor ezeken át tud csiklani, és esetleg problémát okozhat már egy eszközpályázatnál is az, hogy be tudja adni. Beszéljünk egy picit bonyolultabb dolgokról, beszéljünk az építésről. Ugye itt nagyon sokan terveznek telephelyet fejleszteni, nagyon sokan fejlesztenek, vagy terveznek fejleszteni építéssel kapcsolatban. Itt azért olyan hatósági engedélyek, olyan cégeknek, vagy olyan szervezeteknek az együttműködése szükséges egy épület felhúzásához, aminek időigénye van. Tehát mondjuk a településnek be kell illeszkednie, mondjuk a településben annak az épületnek engedélyeztetni kell. Magához a településnek, az önkormányzatához be kell nyújtani azt, amit már előtte egy építész elkészített, mondjuk egy tervvázlatot, meg kell valósítatni majd valakivel, egy építésszel, egy kivitelező céggel. Ezeket az embereket, vagy ezeket a cégeket, ezeket mindenkinek meg kell találni. Nem úgy működik, mint egy, ahogy elképzeljük így kívülről, hogy egy, majd beadom a hatósághoz, és hát én ott ismerek valakit, és majd gyorsan végig fog futni, hanem vannak 30-60-90 napos határidők, és bizony vannak olyan hatósági eljárások, ahol egymásra épülnek ezek a határidők, és megsokszorozódhat az a 30 nap, amivel először számoltunk. Lehet bizony az is, hogy az utolsó napon kapunk egy hiánypótlást, a 30. napon, mert hát a hatóságok ilyennel is szoktak élni. Tehát ezekre mind-mind fel kell készülni. Ugye, hogyha ezekről beszélünk, ez már nagyon elnyújthatja a felkészülési időszakunkat, és hogyha ezt nem tesszük meg, hogy ezt az elején tudomásul vesszük, hogy mindennek van időigénye, akkor bizony azt a fajta hatékonyságot, amit a pályázatnál el tudnánk érni, az a fajta
pályázati összeg, amit meg tudnánk nyerni, attól egyre távolabb fogunk kerülni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy olyan szakembereket kell bevonni, például az építőiparból, akik tudnak dolgozni a norma gyűjteménnyel. Nem minden építőipari cég tudja ezt például alkalmazni. Ebben tudunk segíteni. Tudunk olyan céget ajánlani, aki alkalmas erre, illetve hogyha ti találtok olyan céget, akivel együtt szeretnétek működni, akkor tudunk velük konzultálni, hogy a pályázatnak megfelelő legyen az a dokumentáció, amit ők elkészítenek, az a számla, amit majd ki fognak bocsátani, ez megfelelő formájú, tartalmi elemeket tartalmazó számla legyen. Engedélyek. Ugye itt beszéltünk nagyon sok, vagy beszéltem nagyon sok dologról, de sokszor elfeledkezünk dolgokról. Használunk egy területet, de nem biztos, hogy az a mi tulajdonunkban van, tulajdonjogilag is. Mert hogy családtagunk területét használjuk például, és úgy gondoljuk, hogy hát az úgy rendben van, de pályázati szempontból ez nem biztos, hogy így jó. Segítünk abban is, hogy mik azok a földek, amiket mondjuk be tudunk vonni pályázatba, hogyha van olyan, aminél a rendezetlen a tulajdoni viszony, akkor ezt hogyan tudjuk orvosolni. Tudunk segíteni abban, hogy az állatállománynak hova, milyen formában kell bejelentve lenni, és mekkora mennyiségű, vagy mekkorának kell lenni annak a gazdálkodási egységnek, hogy tudjon indulni az adott pályázaton. Ahogy említettük itt Viktorral, egymásra épülő pályázatok sokassága fog kijönni. Ez azt is jelenti, hogy amit az egyik pályázatban összerakunk egy gazdasági méret, az a következő pályázathoz egy lehetőséget nyit meg nektek, és ezzel egy további lépés, egy további támogatás is kinyílik nektek. Tehát nagyon sok mindenbe tudunk így segíteni, és tudjuk segíteni a munkátokat. Mi azt gondoljuk, hogy nektek a vállalkozás vezetése, a vállalkozás menedzselése, amiben hisztek és amit felépítettetek magatoknak, az a feladatotok. A mi feladatunk meg az, hogy mi ebbe támogassunk, és megkeressük azokat a pályázati lehetőségeket, amik számotokra lehetőségként ott vannak, és ebben tudjunk segíteni számotokra nektek. Gábor, így összefoglalva az elmúlt két diát, tehát akkor te hogy látod körülbelül, hogy átlagosan mit javasoljunk az ügyfeleknek, hogy egy átlagos előkészületi folyamat az mennyi időt vehet igénybe? Amikor beszélni szoktunk ügyfelekkel, akkor minden alkalommal azt mondjuk el, hogy 2-4 hónap egy pályázatra való felkészülési időszaka. Ilyenkor mindig egy picit ilyen olyan csodálkozó szemekkel találkozunk, hogy de hát miért? Azért, mert ezek amikről beszéltünk, ezek a folyamatok időigényesek. Azt látjuk, hogy a pályázati ciklusban egyre bonyolultabb pályázatok fognak kijönni. Ezeknél a pályázatoknál a trend az lesz, hogy az lesz a tendencia, hogy lesz egy hosszabb felkészülési idő, ami alatt a pályázatot jól meg tudjuk csinálni. Hogyha megfelelő támogatást kapunk a vállalkozás részéről, jól tudjuk segíteni a vállalkozást, hogyha megvan az együttműködő hajlandóság bennetek. Viszont azt látjuk, hogy a beadási időszak viszont egy jóval rövidebb időszak lesz, mint amit eddig megszokott a piac, amit megszoktatok, mint vállalkozás. És nem biztos, hogy lesz ugyanaz a lehetőség, ami az elmúlt időszakban volt, hogy beadom egy félig kész pályázatomat erre vagy arra a pályázatra, és majd hiánypótlásba pótlom azokat a dolgokat, amit nem tettem meg a felkészülési időszak alatt. Mi hiszünk benne, hogyha egy jól megírt pályázattal találkozunk egy pályázat kiírásával, akkor 70%-kal nagyobb az esély arra, hogy sikereket tudjatok elérni a pályázat megnyerésében, mint hogyha próbáljuk ezeket a nem meglévő pályázati elemeket éppen akkor valamilyen módon összeszedegetni.
Látni kell, hogyha a pályázatok kijönnek, akkor az a szakember gárda, aki nálunk is van, és azok a szakemberek, akiknek a segítségére egy pályázatban alapozni fogunk, mivel szűk a kapacitás, nem biztos, hogy akkora számba és olyan szakértéssel fognak tudni segíteni a munkátokba, mint most. Tehát én azt gondolom, hogy ha szeretnétek részt venni a pályázati ciklusnak a nyertesei között, akkor mindenképpen szükséges elvégezni minél hamarabb a felkészülési időszakra az, hogy gondolatba elinduljak, azt, hogy leszerződjek a pályázatírómmal velünk, és azt, hogy lássam, hogy mi is az a forrás, amivel számolhatok. Nálunk ugye ez úgy történik, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tényező, hogy amikor szerződést kötünk valakivel, onnantól kezdve egy nevesített pályázatíró kolléga rajtunk kívül, mi tanácsadókon kívül, még a vállalkozás segítségére áll. A pályázatíró kolléga a pénzügyi mutatók és egyéb szakmai tapasztalatok alapján elkészít egy forrástérképet. Ez a forrástérkép tartalmazza azokat a pályázatokat, amikbe az adott vállalkozás tud indulni. Ez egy lehetőség térkép is tulajdonképpen azokra a pályázatokra, amik a következő időszakban el fognak indulni, és itt már fel tudjuk azt térképezni, hogy mit, milyen formába kell ezekhez a pályázatokhoz elvégeznetek. Hogyha nem teszed ezt meg, ugye lépjünk tovább, mutassuk meg, hogy mi történik, hogyha ha nem készülsz fel. Kevesebb a lehetőséged. Egyértelműen kevesebb lesz a lehetőséged, hiszen nem fogod látni azt, hogy milyen lehetőségei nyílhatnának meg, és mik azok, amik egymásra alapuló pályázatok, amiről az előbb is beszéltünk már. Beszéltem arról, hogy vannak olyan pályázatok, aminél egy gazdasági méretet el tudsz érni, és utána tovább tudsz lépni egy következő pályázatra. Vagy egy eszközbeszerzés alapján növeled a árbevételedet, és a következő pályázatnál már azzal az árbevétel egy következő lépésben tudod az üzemi méretedet még nagyobbá tenni. Ezektől zárod ki magad, hogyha nem időben indulsz el a pályázati időszakodba, hanem egy picit vársz. Mi van akkor, ha én megvárom a konkrét dátumot? Ugye nagyon sok ember azt mondja, hogy most nem akarok még leszerződni a pályázatírásra, várjuk meg, amíg kiírják ezt a pályázatot. Ilyen te is találkoztál, ugye, Viktor? Igen, ez szinte rendszeresen mondják az ügyfelek, hogy hát meg kellene várnunk, amíg legalább egy társadalmi egyeztetésre megjelenik, szinte a teljesen pontos feltételeket megtudjuk. De ugye én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy te is itt az előzőekben említetted, hogy nagyon-nagyon rövid lesz rá az a 2 hónap, és ahogy még egyszer aláhúznám, amit mondtál, nem tudunk fölkészülni időben, és a nem felkészült pályázattal jóval-jóval kevesebb esélyünk van a nyertes pályázatra. És ugye mi nem csak pályázatokat szeretünk beadni, hanem szeretjük az ügyfeleinknek az elképzeléseit megvalósítani, megnyerni a pályázatot, megnyerni az álmaikhoz, a terveikhez azt a forrást, amiből azt meg is valósítják. Hiszen szerintünk így van értelme a közös munkának. Így van, köszönöm Viktor a Gábor, kérdezítést. és mi lesz a következő uniós ciklusnak a legnagyobb előnye véleményed szerint? Én azt gondolom, hogy a legnagyobb előnye az az, hogy egy jól tervezhető és jól pályázati szempontból jól összerakható folyamatot tartalmaz a következő időszak. Azzal, hogyha valaki elindul a felkészülés útján, amiről már sokat beszéltünk időben, akkor viszont az az ígéret, hogy rövidebb lesz az az időszak, ami alatt be tudom adni a magát a pályázatomat, viszont
A kifizetési szakasz is felgyorsul, kevesebb fennakadás lesz emiatt. Tehát lesz egy hosszabb felkészülési időszak, amivel mi tudunk segíteni, lesz egy beadás, ami viszonylag rövid idő alatt kell, hogy lezajlódjon, viszont a kifizetési szakasz, amikor a konkrét pénzekhez hozzájuttok, megkapjátok a támogatási okiratot, le tudjuk hívni nektek azokat a konkrét összegeket, amiről beszélünk, akkor ez már kézzelfoghatóvá teszi azt, hogy miért is pályázunk. Már látjuk azt, hogy akár 26-ban milyen pályázatok fognak újra megjelenni, és tudunk előre készülni. Erről már beszéltünk, hogy egymásra alapuló pályázatok fognak megjelenni. Lépésről lépésre tudunk tervezni, és tudjuk azt a szakaszt segíteni, hogy hogyan is készüljünk fel egy következő pályázatra. Azt gondolom, hogy amiről beszéltem, itt ki is raktuk, tehát hogy a felkészülési időszaknak az időben való megkezdés az 70%-kal növeli a nyertes pályázatot. Nekünk nagyon sok pályázatban van tapasztalatunk. 7500 pályázat, ez egy nagyon nagy szám. 60 milliárd forint elnyert támogatás, nagyon nagy szám. Én azt gondolom, hogy van pályázatokban tapasztalatunk, fel tudunk mutatni olyan pályázatokat, amikbe tudtunk segíteni. Meg tudtunk alapozni gazdálkodó egységeket, tudtunk működő gazdálkodó egységeknek segíteni. Hát ezek mind azok arról szólnak, hogy hogyan tudunk nektek abban segíteni, hogy pályázatokra felkészüljetek, és fel tudjuk rá hívni a figyelmet. Még erről nem beszéltünk, de ez is egy fontos dolog. Van Na egy... akkor nézzük is meg, Gábor, mit szólsz Igen. hozzá? Mit szólsz Szuper. hozzá? Nézzük meg, hogyan lehet alaposan felkészülni. Legfontosabb az idő. Ugye visszalépünk még egy lépést. Kötök velünk egy szerződést. A szerződésünkben nem csak a pályázat írás, csak, bocsánat, ezért a csakért, van, hanem pályázatot is figyelünk. És a pályázatról informálunk benneteket. Ez egy nagyon fontos lépés. A döntés az mindig a ti kezetekben van, hogy melyik pályázatot szeretnétek megvalósítani, mire készültök fel, de én azt gondolom, hogy az, hogy valaki információhoz jut, az egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos az idő szempontjából is. Ha van időtök felkészülni arra, hogy milyen pályázaton szeretnétek elindulni, akkor fel tudjátok mérni, hogy min kell esetlegesen változtatni. Van-e olyan, amit meg kell tennem még a gazdálkodásomba ahhoz, hogy sikeresen tudjak pályázni? Gondolok itt pár dologra. Ugye beszéltünk már arról, hogy bizonyos dokumentumokhoz idő kell, mire előállítja őket a szakhatóság, vagy a műszaki tervezésben egy tervdokumentációt megvalósítatok, egy hatástanulmányt. Ezek hónapok lehetnek. De hónapok lehetnek akár az engedélyeknek a beszerzése is. Megkockáztatom, hogy hónapokig tarthat nagyon sok minden, amire még nem is gondolunk, és ezzel, hogyha időt hagyunk magunknak, akkor pályázatba tudunk nyerni. Ha nem hagyunk időt arra, hogy felkészüljünk, hanem csak a konkrét pályázaton próbálunk elindulni, akkor viszont ezek a lehetőségek, ezeket alaposan kirámoljuk magunk alól. Ki kell dolgoznunk magunkba az, hogy mi az a pályázat, amin szeretnénk indulni. Beszéltem már a forrás térképről. Az a forrás térkép az egy nagyon jó alap ahhoz, hogy fel tud mérni, hogy melyik pályázat lehet neked ideális. Mi az, amiben el tudod érni a céljaidat. Mi az az összegszerűség, amit abban a pályázatban meg tudunk valósítani. Lehetséges, hogy hasonló a célja, de kisebb összeg, mint amit te tervezel. Akkor nem biztos, hogy az az ideális számodra. De nem, akkor nem abból kell felkészülnöd, hanem egy következő másik pályázatból. Ebbe tudunk segíteni. Viszont, hogyha meglátsz egy pályázatot, és azt mondod, hogy na most akkor ezen gyorsan indulnék, akkor nem biztos, hogy azt a célodat eléred, amit szeretnél megvalósítani. Tehát ezek azok a dolgok, amik azt gondolom, hogy fontosak. Fontos az, hogy mi egy pályázati stratégiát készítünk veletek együtt. Azt, hogy hogyan tudsz a következő 4 évben, ami a ciklus végéig van, hogyan tudsz pályázni, hogyan tudsz ezeken a pályázatokon indulni, mik azok a pályázatok, amik előtted állnak, és mi az, amit esetleg változtatnod kell. Változtathat pénzügyi mutatók. Lehet olyan, hogy pillanatilag a
nem vagy pályázatképes, mert esetleg a pénzügyi mutatóid nem olyanok. Lehet olyan, hogy ahhoz, hogy tudjál indulni egy pontozásos pályázatban, pluszpontokat tudnál elérni bizonyos dolgoknak a vállalásával. De ez is idő. Tehát ezekről is beszélnünk kell, és azt gondolom, hogy ehhez kell az alapos felkészülés. Ehhez kell az, hogy tudjunk tanácsot adni, és ezért vagyunk itt, hogy a segítségetekre álljunk, és hogy lehetőséget, fórumot biztosítsunk arra, hogy kérdéseket tegyetek fel. A chat az a rendelkezésetek rá, de ahogy elmondtam, látni fogjátok a szlájdok végén az elérhetőségünket, illetve a honlapunkon is megtaláljátok mind a Viktornak, mind az én elérhetőségemet. És azt kérném, hogy nyugodtan forduljatok hozzánk bizalommal, kérdezzetek, írjatok. Én azt gondolom, hogy minden vállalkozás más és más, mindenkinek mások a céljai, más az az idő, ami rendelkezésére áll, és mi ezeket a figyelembe véve tudunk segítséget nyújtani. Ez természetesen díjmentes. Tehát ez nektek semmiben nem kerül. Sem az, hogy most megnéztetek bennünket, amit nagyon köszönök, sem az, hogyha esetleg felhívtok és azt mondjátok, hogy beszélgessünk. Nagyon szívesen beszélgettünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak pályázatban. Nagyon sok mindent esetlegesen tudunk segíteni, de ez az kell, hogy mind a két irányból meglegyen az akarat. Valószínűleg mi is fogunk benneteket keresni, vagy lesz olyan, akit fogunk keresni, hiszen mi is, amikor regisztráltak hozzánk, akkor proaktívan felveszünk veletek a kapcsolatot. De én azt gondolom, hogy érdemes esetleg nektek is azt a fél órát, 20 percet rászállni az életetekből, hogy beszélgessünk. Látjátok az elérhetőségeinket, csörgessetek meg, ha tudunk, akkor segítségetekre leszünk. Én nagyon köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni, bár most ugye csak ti láttok bennünket, mi még benneteket nem, de én azt gondolom, hogy örülünk ennek a lehetőségnek, és sok sikert kívánok mindenkinek a következő időszakban a pályázataihoz. Köszönöm szépen, Gábor. Én úgy gondolom, hogy a rendelkezésre álló időt elláttuk elegendő információval, kellően kibontottuk a felkészülés témakörét, és aki végignézett bennünket, az abban hagytunk olyan gondolatokat, hogy igen, pályáznom kell, pályáznom kell, pályáznom kell, és ahhoz nagyon-nagyon fontos a felkészülés, és már tényleg akár a holnapi napon már megteszem a jelentkezést a Gordiusz irányába. Addig esetleg nézzétek át még a honlapunkat, a www.pályasz.hu-t, ahol nagyon sok hasznos információt láthattok, és én is szeretném ezúton megköszönni nektek a figyelmet. Sikeres pályázatokat kívánok idénre mindenkinek. Sziasztok! Köszönjük szépen, sziasztok, szép napot nektek! Na!